Büszkeszülő sokasága tekintette meg az Arany János Általános Iskola alsó rajztagozatos diákjai által készített alkotásokat az intézmény aulájában. Az iskolában minden tanév vége felé bemutatják a gyerekek által különböző technikákkal készített műveket. Ez egyfelől jó a fiataloknak, hiszen büszkén mutathatják meg a munkáikat a szülőknek, barátoknak, másfelől pedig az intézmény részére is visszaigazolás, hogy értékes és kreatív munka folyik az iskolában. Mindenről Horváth Éva pedagógussal beszélgettünk. Minden évben ilyenkor évvége felé, tehát áprilisban, májusban bemutatjuk a gyerekek rajzait. Elsőként áprilisban az alsós rajztagozatosok munkáiból válogatunk. Tulajdonképpen azt szeretnénk megmutatni, hogy elsőtől negyedikig milyen sokfajta témát, eszközt ismernek meg a gyerekek és használnak, és ez egy kis ízelítő az éves munkánkból. A kis ízelítő nem is olyan kicsi, hiszen több száz munka került ki a legváltozatosabb technikákkal, tehát itt a legegyszerűbb rajzos eszközöktől kezdve a már bonyolultabb anilinfestékig, temperáig, gyakondáig, tehát mindennel megismerkedünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők elé és a kollégáink és a többi gyerek elé tárjuk minden évben az anyagot. A gyerekek a legkülönfélébb technikákkal dolgoznak a tanév során. Az alapoktól kezdve egészen komplex stílusokat is tanulnak, és a kétdimenziós alkotásokon túl háromdimenziós munkákat is készítenek. Az alap, hogy az elején megtanuljuk hogy a filctollat, a színes ceruzát, a zseléstollat, a feketén-fehéren, tehát mindenfajta vonalas eszközöket, a kifejezési eszközöket, pontvonal sokaságát, aztán a színfoltokat hozzuk be, és megtanuljuk az összes festői technikát, ami elképzelhető, és ezek kombinációit, variációit, és hát nyilván nem csak sík munkáink vannak, bár itt elsősorban ezen a kiállításon ezeket tudtuk kiállítani, hanem térben is nyilván dolgoznak a gyerekek, építenek és mindenféle szobrászati dolgokat is csinálnak. Kormány Diana egyike volt a legaktívabb gyerekeknek, összesen 11 alkotását állították ki. A fiatal tehetség két kiállított művét is bemutatta. Az első az álomszoba, amit megrajzoltunk tűhegyi filctollal, és kiszíneztük ceruzával. És én egy modern hálószobát jelenítettem meg. A másik, ott a dombok voltak a témák, látszódik is, hogy ott vagyok az apukámmal, és lehetett vízfelületet is csinálni, és én megragadtam a lehetőséget, és vízfelületet is készítettem. És hogy mi a titka ennek a termékeny alkotói időszaknak? Kormány Diana azt is elárulta, hogy amikor csak teheti, rajzol, fest, színez. Már a projektek bemutatása közben azon gondolkozik, hogy miként is fogja megvalósítani a készülő művét. Például úgy van sok, hogy én nem beszélgetéssel töltöm el az időt, hanem inkább a pattársammal kicsit beszélgetek, és közben dolgozunk mindketten. Ez hozzávezet, hogy gyorsabban sikerüljenek a rajzokat megalkotni, és mindig miközben az Éva néni magyarázza a feladatot, már magán a megtervezésen gondolkodom. Ez a gyorsabb elkészítéshez vezet. Egy éves munka gyümölcsét láthatják tehát az Arany János Általános Iskola látogatói. Az intézmény auláját az alsós rajztagozatosok munkái díszítik.